Jó estét kívánok! Ismét babamama témák az előttünk álló egy órában. A jó estét Vajdaságban a várandósággal, a szüléssel, a gyermekágyi időszakkal, a baba ellátásával és a hozzátáplálással is foglalkozunk majd, de ezen kívül sok más témát is érintünk vendégeimmel, akiket szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Leopold Ilona védőnő Magyar Kanizsáról érkezett hozzánk, a helyi egészségházban dolgozik, és három gyermek édesanyja. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Orovec Krisztát pedig nem kell bemutatni, hiszen a mi nézőink jól ismerik. Kriszta most második gyermekét várja, ezt is eláruljuk. Kezdjük akkor talán Kriszta állapotával, a várandóság. Mi az, ami egyforma volt, és mi az, ami különbözött a két terhességed alatt folyamán? Hát elsősorban az, hogy a második terhességet sokkal könnyebbnek érzem. Lehet, hogy hozzájárul az is, hogy sokkal többet pihenek, tehát szinte alvásból állnak a napjaim, olyan jókat alszok, soha nem aludtam ilyen jókat. És hát többet voltam talpon az elsővel, és akkor úgy nehezebbnek éreztem a hasamat, nehezebb volt mindent csinálni. Most meg olyan valahogy úgy üröpülnek ezek a hetek, hónapok, észre se vettem, hogy elmúlt, és hát most már itt van 2-3 hét is szülök, úgyhogy a végén vagyok. És mi foglalkoztatott legjobban az első terhességed alatt, és mi a második alatt, mert ez mindig ugye változik. Az elsővel igen, minden ismeretlen, a másodikkal már azért az ember képbe van, de azért biztos van, ami foglalkoztat. Az volt a nagy baj, és szerintem a kismamák többsége ezt csinálja, hogy az elsőnél a szülésre koncentráltam. Minden, amit olvastam, a szülésről szólt, amikor az internetet kinyitottam rögtön arról, esetleg a terhesség fázisairól. De a szülés utáni első nap, amikor hát egy teljesen új élet kezdődik, ugye a kismama számára, hát ott szoptatni kell, ott babázni, belenkát kell cserélni, ruhákat kell ráadni arra a gyerekre, tehát ezek mind ilyen banális apróságok, de erre nem gondoltam, hogy ez is bekövetkezik. És akkor hirtelen nagyon-nagyon váratlanul ért az első néhány nap, és akkor ott így kicsit olyan érzelmileg ki is voltam készülve, így nem is tudtam, nagyon örültem persze, hogy milyen fantasztikus dolog, de el voltam veszve egy kicsit. Most pedig hát egyrészt van tapasztalatom, másrészt pedig sokkal inkább foglalkozok ezekkel a dolgokkal. Megpróbálok visszaemlékezni, mi volt az, ami számomra zavaró volt az elsőnél, vagy ami nem volt teljesen világos, és azoknak nézek utána, és már nem annyira foglalkoztat a maga a szülés, mint esemény. Persze olyan szempontból igen, mert az első nagyon szép és jó volt, könnyen szültem, és szeretném, hogyha ez is olyan lenne, és egy kicsit most aggódok, hogy mi van, ha nem, de ennyi, ez csak úgy néha eszembe jut. Az ember azt gondolná, hogy egy védőnő mindenre föl van készülve. Mennyire lehet fölkészülve egy védőnő a várandóságra, amikor ő maga a várandós? Biztos, hogy jobban tisztában van a dolgokkal, mint egy átlagos anyuka. Hát azért ezt így nem mondanám. Én mind a három gyermekemnél ugyanazt a pánikot éltem meg szerintem, mint mindenki más. Annak ellenére, hogy évekig tanultam, hogy milyen egy terhesség, milyen tünetekkel jár, milyen a szülés, hát bizony az első szülés engem is megviselt. Ténylegesen nem úgy számítottam rá, sokkal jobban szerettem volna, nem úgy sikerültek a dolgok, amik szerencsére jól sikerültek, az a szoptatás. A második terhesség és a harmadik, az sokkal könnyebb volt. Akkor már mindazt, amit megtanultam egyszer, és amit már más kismamáknál elmondtam, amit más kismamákkal átéltem együtt, azt már a sajátjaimnál is aztán tudtam a tapasztalatként felhasználni. De azt mondhatom, hogy én ugyanolyan pánikos voltam annak ellenére, hogy ezt megtanultam. És a munkájában mit tapasztal a várandósnők, mennyire tudnak fölkészülni? Mennyire vannak egyáltalán fölkészülve a szülésre és a szülés utáni időszakra, ami szerintem, ahogy Kriszta mondta, igenis nagyon fontos? Nincsenek fölkészülve. Legalábbis én úgy vettem észre, hogy a mi terhes gondozásunk azért nincs olyan nagyon magas fokon, vagy legalábbis valószínű, hogy nem egészen úgy van jól szervezve, ahogyan ennek működnie kellene. Azok a kismamák, akik terhesként, várandósként, inkább ezt a szót használnám, hogyha várandósként jelentkeznek terhes gondozásra, az tulajdonképpen majdnem, hogy már oda szűkül le, hogy egy orvosi vizsgálat. Egy olyan orvosi vizsgálat, amit gyorsan meg kell csinálni, gyorsan túl kell rajta lenni, és nem biztos, hogy ott van egy olyan szakember, akár egy védőnő is a várandós kismama mellett, aki a saját problémáira, azokra a problémáira, ami éppen akkor adekvátan ott van, hogy arra tanácsot adna. És pont ez, amit ugye itt mondtál is, hogy az internet.
kismamának bármilyen problémája van, rögtön kattint az internetre, és az internet nagy része ugye mindenféle adattal tele van, és általában nem igaz, amit leírnak, és itt elcsúszik egy-egy terhesség. És az a kismama, aki bármilyen élettani, normális tünetekkel rendelkezik, és eljön az orvoshoz, ott nem tudja megkérdezni, nincs idő átbeszélni, nincs ott egy szakember, nincs ott egy védőnő, vagy egy más egészségügyi személyzet, aki segítene neki, akkor lehet, hogy azt gondolja, az internetet olvasva, bújva, hogy ez a tünet nekem kóros. Holott lehet, hogy teljesen normális élettani állapotról van szó, és ezzel a kóros állapottal megindít saját magában egy rossz pszichés állapotot. Azt értem ez alatt, hogy azt hiszi, hogy ő beteg, neki problémája van, az ő babája, biztos, hogy de ez olyan jellemző. Szerintem a várandós nők 90%-a átéli ezt. Igen, át is éli, de olyan jó lenne, hogyha tényleg sikerülne egy olyan szakembernek ott lenni mellett, aki vállon veregeti az anyukát, hogy semmi baj nincsen, nyugodj meg, ez a terhesség belejárója, minden teljesen rendben van. Arról nem is beszélünk, tehát ezek csak ugye a panaszok, a tünetek, amiről beszéltünk, de azt, hogy mit vigyen be szülésre, esetleg, hogy mikor kell bemennie. Ez a legfőbb kérdés mindig, hogy úristen, észreveszem-e, hogy megindul a szülés. Igen. Még egy első szülés megindulása után egy második gyereknél is probléma, hogy és mi van, ha nem veszem észre? Igen. Pedig minden szülőnő észreveszi, hogy megindult nála. Tehát ilyen probléma nincsen, de azt gondolom, hogy nincs jól nálunk még megoldva. Nagyobb településeken vannak már kismama iskolák. Szerintem ez teljesen jól működik. Én jártam kismama iskolába, de hát nekem szerencsém van, mert itt lakok Újvidéken. Igen. Tehát ez itt teljesen jól működik, és az orvosok is nagyon szolgálatkészek. Kapunk egy listát, hogy mit kell bevinni a szülészetre. A védőnő rögtön kijön másnap, ahogy hazajöttünk, és aztán addig jár minden áldott nap, amíg le nem esik a köldök. Tehát nálunk működik, de igaz, hallottam, hogy mindenhol máshol. Kisebb településeken nincs kismama iskola se, és nincsen védőnő se. Tulajdonképpen még nőgyógyász sincsen, tehát egy nagyobb településsel járnak be a vizsgálatokra. Igen. És akkor eljön az a szülés, amiről annyira sokat írnak az interneten, tele van az internet szülés történetekkel, ezt most mi kihagynánk. Hanem ott van a gyermekágyi időszak a szülés után. Mennyire tartják be a nők? Mondjuk Kriszta, te mennyit feküdtél Irka születése után? Mennyi volt az, amit úgy magadnak is bevallasz, hogy ezt igen, becsületesen pihentél is? Hát nehéz erre visszaemlékezni, de én azt hiszem, hogy egy-két hét volt úgy, hogy tényleg szinte mint egy fekvőbeteg, tehát hogy csak a legszükségesebb esetekben keltem fel az ágyból, de hát utána is nekem szerencsém volt, mert tényleg segítségem az volt, mind a három nagyszülő körbeugrált és lesték a kívánságaimat a férjem úgy szintén, tehát megtehettem, nem mindenki teheti meg ezt, és lehet, hogy most én sem fogom tudni megtenni, mert már van egy 3 éves kislányom. De hát szerintem ez annyira személyfüggő, tehát tényleg ismerek olyat, aki rögtön a szülés után föl tud kelni, és nem esik nehezére, hát az miért ne kelne föl végül is. Meg az sem mindegy, hogy mennyire vérzik a nő, tehát vannak, akik sokáig erősen vérzenek, vannak, akik egyáltalán nem. Mondjuk ez is szerintem fontos szempont. Nagyanyáinknál a gyermekágyi időszak nagyon fontos időszak volt. Ahogy mesélik a nagymamák, a nagynénék, akkoriban feküdni kellett, a család hordta az ebédet, és tényleg kímélték az anyukát egy pár hétig. Miért van erre tulajdonképpen szükség, hogy ezt is elmondjuk? Miért van szükség erre a gyermekágyi időszakra? Tulajdonképpen a szülés után az egész szervezet újra megváltozik. Ugyanúgy, ahogy a terhesség alatt a hormonok hatására, ugye a méh szépen megnövekszik, azok a szalagok, amik tartják, azok megnyúlnak, mindenféle izomzatunk ellazul, teljesen más helyzetbe kerülnek, és szülés után, miután már nincs szükség ezekre a dolgokra, akkor az első 6 hét az, amikor a szervezet visszaalakul. Megpróbál minden visszaállni a helyére. Na most, hogyha egy szülés után az anyuka nem fekszik, akkor ezek a tartó szalagok, ezt el is tudjuk ugye képzelni, hogy jól meg vannak nyúlva. Hogyha mi mindig függőlegesben vagyunk, mindig jövünk, megyünk, cipelünk, akkor ezek a szalagok nem tudnak visszahúzódni, és folyamatosan lent tartják a méhet. Ez nem csak vérzészavarokat okoz, hanem a későbbiekben vizelet visszatartási problémákat is, és a későbbi derékfájásoknak és a hátfájásoknak ez az alapja. Tehát egyszerűen arra van szüksége 6 hétig a női szervezetnek, hogy visszaalakuljon minden. Természetesen a hormonok is segítenek ebben, illetve az anyateljes táplálás, a szoptatás alatt mind-mind visszahúzódnak a szervek. Ezért lenne szükség. Én magam nem feküdtem egyikkel sem, és egyetértek azzal, hogy valaki annyira aktív, hogy nem teheti meg.
De én azért azt szoktam látni, hogy az első egy-két hétben azért még a szült anyukák Halloweenben, pizsamában otthon fekszenek. Szoktam is ajánlani nekik, hogy használják ki, mert azt hiszem, hogy az a nyugalmas időszakuk van. Hát mondjuk arról nem is beszélve, hogy általában mindennapos gyakorlat a gátmetszés, amit ugye most már mindenkinál végeznek, és akkor lehetetlen ülni, tehát rákényszerül a fekvésült anyuka, hogy feküdjön. Az első gyermeknél mindenféleképpen megcsinálják a gátmetszést, tehát ez egy bevett gyakorlat. Szülésznő függő és szülész-orvos függő az, hogy esetleg második gyermeknél, hogyha nem nagyon nagy a baba, és nagyon jól tágul az anyuka, és egy ügyes szülésznője van, akkor bizony gátvédelemmel lehet szülni. És nagyon nagy különbség van ám. Csak nem tudom, hogy Szerbiában mennyire gyakorolják ezt. Hát csinálgatják. Most már egyre gyakrabban. Igazából majdnem, hogy oda jutunk, hogy egy szülőnőnek akkor van nagyon nagy szerencséje a szülésben, hogyha egy nagyon ügyes szülésznőt kap maga mellé. Ugye nyugaton bevett gyakorlat, hogy nem is orvost választanak, hanem szülésznőt. Igen. Mert hogyha nincs semmiféle komplikáció, akkor... Akkor tulajdonképpen egy szülésznő elég. Akkor mint ahogy régen egy bábasszony is elég volt. Így van. A legelején a műsornak mondtad, hogy nem voltál fölkészülve arra, hogy egy kicsi élettel mégy haza, és aztán őt el kell látni. Mi volt a legfurcsább, amikor hazamentetek a kisbabával? Gondolom a sok érzelmi kisülés, a sok sírás, gondolom ez mindenki ezen átesett, ránéztél és sírtál. És sírva mentem és sírva haza. Mentél haza és... Nem volt semmi bajom, csak egyszerűen mi jöttek a könnyeim. Tele van az anyuka szíve, boldogságban. Tehát valami érzelmi, tehát valószínűleg ez is valami hormonális alapú dolog. De aztán otthon az volt, hogy így folyamatosan néztem, így vizsgálgattam, és így rángatózott, és már nekem a szülés után mondták a nővérek, megnyugtattak a szülészeten, hogy ez normális, hogy ezek ilyen idegrángások, és hogy nem kell megijedni, mert minden baba rángatózik, de nekem ez mégiscsak egy kicsit olyan ijesztő volt, meg így persze néztem az interneten, ez biztos valami nagy baj. De hát aztán abban maradt a rángatózás, úgyhogy meg kellett nyugodnom, hogy nincs baj, és akkor hát persze írtam a kis noteszbe a szoptatást, időpontjait, és akkor kezdtem el tájékozódni a szoptatásról szülés után. Amikor már majdnem, hogy késő. Hát amikor már szoptattam, igen. Tehát végülis nem volt késő, mert sikeres volt a dolog, igen. Mert 2,5 évig szoptattam, és ennek nagyon örülök, hogy ez így sikerült. Mindenesetre tényleg azt hiszem, hogy jobb lett volna, hogyha egy kicsit fölkészültebb vagyok, és mondjuk nem volt senki, aki erre figyelmeztessen. Jött a védőnő szülés előtt, de nem mondta azt, hogy a szoptatás így meg úgy, hanem főleg arról beszélt nekem, amivel egyébként is foglalkoztam, hogy majd mikor menjek be szülni. Hogy tehát főleg az anyukával foglalkozott. Igen, nem és pedig. Nem a szülés után várható dolgokkal. De aztán alapvetően olyan gyorsan minden úgy rendbe jött. Tehát úgy tényleg pár nap leforgás alatt én is úgy ki is visszabillentem az egyensúlyomba, elkezdtem örülni, sikerült aludnom sokat, és akkor aztán már úgy olyan szépen ment minden, tehát tényleg nem volt gond. Ez hát végülis szerencse kérdése is, alkat kérdése is, babától is függ, de nekem azt hiszem, hogy szerencsém volt, hogy rendben. És a munkája során Ilona mit tapasztal? Az anyukák föl vannak készülve a szülés utáni időszakra? Fölkészít bennünket az internet arra, hogy mi várható, amikor hazamegyünk egy kisbabával? Szerintem inkább az a probléma. Ne is mindig a problémákkal kezdem, de kicsit túl misztifikáljuk ezt az egész dolgot, és túl sokat foglalkozunk vele. Én mindig azt mondom, hogy egy anyuka, hogyha egy picikét megnyugszik, egy picikét hátradől, és egy picikét végig gondolja, hogy mit szeretne, és milyen gondolatai vannak, sokkal jobban föl tudja készíteni magát a szülésre és a szülés utáni dolgokra, mint hogyha kapkodva néz mindenféle információ után. Egy anyuka, aki kezébe veszi a kisbabáját, és próbál egy összhangot kialakítani vele, akkor azoknak sokkal sikeresebb lesz a dolog. És én ezt így gondolom, hogy inkább ez a probléma, nem az, hogy nem tájékozódunk, nem az, hogy nem tudjuk a dolgokat, hanem azt, hogy görcsösen akarjuk, és azt, hogy mi van, ha nekem nem sikerül, mert... Jól akarjuk csinálni, nagyon jól akarjuk csinálni, és sokkal, sokkal jobb lenne, hogyha hagynánk az internetet, hagynánk azt a sok jó tanácsot, amit a nagynéni, a szomszédasszonya, a Sári néni, a nagymama adott, és próbálnánk ráhangolódni a saját gyermekünkre és a saját testünkre. Én azt gondolom, hogy az a szülő, az az anyuka, aki saját magával tisztában van, az sokkal jobb szülő lesz. Sokkal jobbat tesz a gyermekének is, és saját magának is. Igen, ez igaz, hogy a szakkönyvekben egy átlagos típust, igen, írnak le,
az ismerősök, meg a jó akarók a saját gyereküket írják le, és egyik sem az, amire nekünk szükségünk van. Tehát az egy teljesen külön kategória. És tankönyv szerint nem megy semmi. Nem is kell, hogy menjen. Tehát az anyukák azt böngészik, hogy ezen a héten ekkora a pici babám, ezt mutatta az ultrahang, ezt eszik, így mozog el. Nem szabad tankönyv szerint. Úgy a pici babák szintén ugyanúgy, mint mi emberek, annyira különbözőek. Ha mondjuk annyi, hogy azért el kell olvasni azt a tankönyvet, csak aztán úgy fölül kell írni. Igen. Az a baj, hogy nem is mindegy, hogy mit olvasunk. Igen. Annyira sok minden van a piacon, hogy nagyon nehéz egy laikus anyukának, nagyon nehéz kiválogatni, hogy melyik információnak higgyen és melyiknek nem. Én mondjuk a Spock könyvet kaptam, azt ajánlották, elkezdtem olvasni, és borzasztóan csalódott voltam. Tehát nem tudtam egyetérteni azokkal a dolgokkal, és nagyon borzasztóan kegyetlennek, hidegnek, elidegenítőnek. Úgy tűnik, hogy az anyuka csak magával kell, hogy foglalkozzon, csinálja a saját ritmusa szerint élje az életét, a gyerek pedig majd alkalmazkodik hozzá, hadd sírjon, hát mindenki sírt. És ez olyan kegyetlennek tűnt, olyan hidegnek, pedig hát állítólag nekik is nagy családjuk volt, és 12 gyerek, de mondjuk, ha valahol 12 gyerek van, akkor viszont ott kell egy bizonyos fegyelem. Igen, de ezt nem lehet általánosítani. Nem, de azt gondolom, hogy sokan vannak, akinek bejönnek ezek a nevelési elvek. Igen. Tehát ez is egyéne válogatja. Nagyon egyéne válogatja, és igazából akkor, amikor egy fiatal pár találkozik, és arra jutnak, hogy ők családot szeretnének alapítani, nagyon jó lenne, ha összeülnének, és átgondolnák, hogy milyen elv szerint szeretnének, mit szeretnének, milyen legyen az a gyermek, mit tudnak nyújtani, sokat vele szeretnének lenni, a nagyszülők meg szeretnék szülni, tehát hogy legyen a fejükben egy iránymutatás. Igen. Mert hogyha ők egy olyan iránymutatás szerint szeretnének nevelni, ami például az adott könyvben benne van, akkor lehet, hogy nekik ezzel nagyon fog sikerülni. És lehet, hogy ők ezzel egy sikeres család lesznek. És ugye van a másik véglet, mi, akik agyon szeretgetjük a gyerekeket, és meg hogy mi a sikeres? Ugye, kinek mi kinek a sikeres? Mi ez, és embere válogatja. Mert lehet, hogy valaki azt szeretné, hogy a gyermeke üljön bent a sarokban, szépen csendben játszon, ne szóljon a szülőhöz, menjen ki, kenje meg a kenyeret, jöjjön vissza, egye. És valaki pedig azt szeretné, hogy hozzábújjanak a gyerekek, hogy mindenféle gonddal, problémával oda. Őszintén szóval, hogy nem tudom elfogadni azt, hogy van, akinek ez megfelel, és akkor legyen az a gyerek olyan érzelmileg hideg környezetben. Tehát nem tudom, persze igen, van, akinek ez felel meg, csak az a kérdés, hogy a gyereknek mi felel meg. Tehát lehet, ennek a gyereknek meg fog felelni. Igen, és ő hát, hogyha nem lát más példát maga előtt, akkor ilyen lesz, és ő is majd így neveli a gyereket. Így van, így van. De mondjuk én képtelen lennék, hogy amit így lehet olvasni a Spockban is, meg más szakemberektől is, hogy akkor tegyük be a kisbabát a kiságyába, és akkor először hagyjuk sírni 5 percig, aztán 10 percig, aztán és majd elalszik, és akkor így altassuk el. Én minden alkalommal, amikor a gyerekem fölsírt, odamentem, és elringattam, és amikor elaludt, akkor leraktam a kiságyba, és én nem vagyok képes másra, én így fogom csinálni a másodikat is, és ez lehet, hogy ezzel elkényeztetem, mondjon ki, mit akar, de egyszerűen nem hiszem el, hogy ez rossz módszer. Tehát van aki azt mondja, hogy ezt nem szabad ilyet csinálni. Mindenki szerintem az a legfontosabb, hogy minden anyuka úgy csinálja, ahogy ő érzi, és akkor biztosan nem fog mellé nyúlni. Most azt ajánlom, hogy nézzünk meg egy riportot. Az újvidéki aszódi család úgy döntött, hogy nem használnak egyhasználatos pelenkákat, nem fogják a környezetüket szennyezni, ennek mondjuk egészségügyi okai is voltak, mert a kislányuk popsi kiütést kapott, és akkor anyuka utána nézett, hogyan lehetne más alternatívát találni. Nézzük meg Mária esetét a pelenkákkal. A legtöbb anyuka értelemszerűen egyhasználatos pelenkát alkalmaz gyermeke tisztába tételekor, valamikor azonban kizárólag csak textil pelenkát használtak erre a célra. Ma egyre többen térnek vissza a pelenkázásnak ehhez a formájához. Kismama iskolába hallottam róluk, és akkor próbáltam egyet nekünk készíteni. Utána, amikor láttam, hogy ezek mennyire jók, mennyire praktikusak, akkor elkezdtem csinálni őket, árulni is, és nagyon sokan érdeklődnek utánuk, épp azért, mert az egyhasználati pelenkák egyhogy nagyon drágák, másrésztből meg nem annyira egészségesek, mint a pamuk pelenkák. Úgyhogy az ötlet az onnan jött, hogy először is mink használtuk. Mária maga varja a pelenkákat, apró baba pedig a kislánya Hanna volt.
rajta próbáltam az első pelenkákat, de utána így, ahogy elkezdtem őket ugye árulni is, meg megismerkedtem más anyukákkal is, akik hajlandók ilyen pelenkákat használni. Úgyhogy adtam ugye egy párat másoknak is, hogy megpróbálják, szóval néztem, hogy nagyobb babára is próbáljuk, kisebbre is, és szóval végleg is bevált a modell. A legújabb modell az olyan, hogy állítható, szóval egész újszülött babától lehet használni egész végig, mert drikkerekkel lehet állítani a nagyságot rajta. A legkisebb nagyság, szóval ezekkel lehet állítani, ez egy csecsemőnek van, és akkor utána, ahogy nyől a baba, úgy állítsuk a nagyobb. Szóval akkor ki is lehet húzni, és rögtön ez a része a lábikóna is nagyobb neki. Az egész része gumizott neki, meg a derekának a bőségét ugye ilyenekkel lehet korrigálni. Na meg ezt nézzük meg, ezt meg kell nézni át. Ha szép babám? Ez egy kis tappancs. És tulajdonképpen ezekbe mennek bele betétek. Igen, ez ilyen zsebes modell, szóval a betét az ide ebbe részbe megy. Két betét van bennük, egy nagyobb, meg egy kisebb. Itt van a másikon is meg lehet nézni. Itt másmilyen neki a belső része. Szóval ez ilyen frottír vagy velúrt szoktam használni a közepébe, erre, ahova a babához megy. Ez meg ilyen nedvesség ellen védőanyag. Úgyhogy akkor szárazabb marad a babának a guzája, amikor ezt használja. Ez egy ilyen védőgatya, pamutból van csinálva, úgyhogy ez a pelenkának a tetejére megy, és akár ilyen 6 órát is kibír, hogy nem ereszt át. Vannak, akik használják, szóltak már egy pár anyuka, hogy használta, és egész éjszaka is kibírta az ilyent. A másik opció pedig ez, hogy ilyen pulanyagból van ez a belső része, ez ilyen valami gumibugyik, arra asszociíroz, igen. Mária és a férje kiszámolták, hogy Hanna 2,5 éves koráig mintegy 120 ezer dinárt spóroltak meg. Tapasztalatuk szerint egy gyermeknek elég 20 pelenka és a hozzávaló betétek. Hogyan néz ki a pelenka mosás? Hányszor kell őket mosni? Hányszor mostál egy héten? Egy héten nem mondjuk rá 2-szer. Szóval valójában nem kell nagyon sok, nincs nagyon sok munka velük. Az a probléma, hogy az anyukák rögtön arra gondolnak, hogy jaj, mosni kő, súrolni, vagy nem tudom, az kakis, és akkor olyan félnek tőle. Valójában a mosás abban áll, hogy én csak tussal lemosom, és ezek az anyagok olyanok, szóval nem olyanok, mint a tetra anyagok. Attól félnek az anyukák, mert tudják, hogy a tetra anyagok flekkek is maradnak rajta, meg nehéz őket kimosni, meg vasalni se kell, vagyis kell a tetrákat, ezeket meg nem kell se vasalni, se külön súrolni, csak tussal lemossa, félrerakja, mikor összegyűlik elég egy mosógépre, szóval úgy, mi úgy 2 nap kellett, hogy összejöjjön, akkor berakjuk a mosógépbe, és ez az összes. Érdekes alternatíva ez a pelenkamosás. Nagymamáink, szüleink is még mosták a pelenkát, mi pedig itt megegyeztünk abba, hogy talán nincs elég időnk erre, vagy mi se tudnánk okot találni arra. Ismertek esetleg valakit, aki használ ilyen pelenkákat, vagy mindenki az egyhasználatos eldobható pelenkák mellett dönt? Én nem ismerek ilyet egyáltalán, de én azt hiszem, hogy ez nagyon jó dolog, tehát így a környezetkímélés szempontjából is, meg hát az anyagiak szempontjából is, de nem tudom, bennem van valami lustaság, vagy nem is tudom, valami ellenérzet, de lehet, hogy majd egyszer meggondolom magam, nem tartom kizártnak. De pár pillanat úgy érzem, hogy egyszerűbb az egy mozdulattal úgy félretenni azt a pelenkát és tovább lépni. Nekem szimpatikus az anyag, tehát a természetessége. Viszont nem tudom, biztos, hogy lusta vagyok, nem tudom. Nálunk azért vannak. Ugye Kanizsa községben vannak kisebb települések, főként mezőgazdasággal foglalkoznak az emberek, és nem nagyon jut erre az egyszer használatos pelenkára. Az egy dolog, hogy ugye a pénztelenség van, de ilyen speciális pelenka, mint amit itt látunk, ilyen nincsen. Az a hagyományos megoldás, hogy
hogy ezt a hagyományos textilpelenkát a kisbaba lába közé teszik, és bizony valami nylonnal próbálják kívülről védeni, hogy a nedvesség. Hát még az se. Még az se nagyon. Úgyhogy előfordul sajnos. Ez egy jó variációnak tűnik, de nagyon sok olyan gyerekünk van, akinek viszont allergiája van. Mert ezek az egyszer használatos pelenkák, bárhogy is nézzük, műanyag. Igen. Műanyagból készülnek. Ezen belül is volt egyszer egy olyan kisbabám, aki mindig azt a bizonyos leghíresebb márkát használta, és használta, semmi gond nem volt, és aztán egy következő csomagból kiderült, hogy mégiscsak allergia lett rá, mire rájöttek, hogy másik országból volt a beszállító. Tehát ilyen szinten, hogy hiába vesztük meg a legdrágábbat. És nem az volt a baj, hogy a kicsinek az immunrendszere most egyik napról a másikra megváltozott, hanem az, hogy egyszerűen ezek a műanyagok, azt se tudjuk, hogy mit tesznek bele. Igen. Azon kívül, ugye régen lehet, hogy a nagyszüleink többet szellőztették a kisbabákat. Igen. Most féltjük a bútort. Igen. Féltjük, rettenetesen féltjük, meg hogyha elmegyünk az orvoshoz, azért valahogy el is várják tőlünk őszintén, hogy azért ne textilpelenkával bebugyolált gyermeket vigyünk, mert hogy nincs Pampers pelenkája. Tehát igazából ez az egyik dolog, de én tudom, hogy sok olyan család van, aki megveszi a pelenkát, ezt az egyszerhasználatosat, és csak akkor használja a gyermeken, amikor megy valahova. És mit lehet olyankor tenni, hogyha a babának kiütés jön ki a popsiján? Régen ugye azt mondták púderezni, most azt mondják, hogy a szóba se jöhet. Nem, púderezünk. Az a baj, hogy tulajdonképpen a szennyeződés, tehát a széglet vagy a vizelet, az órákig képes ott ebben a műanyagban ázni. Nem is csak, hogy ázik, hanem tulajdonképpen befülled oda. És ez okozza a gyulladását a kisbabáknak. Ilyenkor a legjobb terápia, amit én elsőként szoktam ajánlani, hogy még mielőtt bármit rákennénk a kisbabára, nagyon sokat kellene szellőztetni a bőrét. Ilyenkor el kell felejteni a törlőkendőket. Azok is át vannak itatva mindenféle vegyszerrel. Abba se tudjuk, hogy mi van. Egyszerűen simán föl kell forralni a forralt vizet, vagy föl kell forralni a vizet, és ezt a forralt vizet akár egy fél litert, vagy akár egy kis csészében ott tartva, szobahőmérsékleten lehet hagyni. És ezzel kellene ezt a sérült bőrt, ezt a gyulladásos bőrt tisztítani. És utána akár kétszer-háromszor nyugodtan, kibontva maradhat a baba, élvezni fogja, nagyon fog neki tetszeni, azon kívül a bőrének nagyon jó. És ilyenkor nagyon veszélyes az, hogy milyen krémet teszünk rá. Ugye az sem mindegy, hogy most gombás folyamatról van szó, egy bakteriálisról, vagy pedig éppen csak egy kezdődő gyulladás és bőrpirosság van. Ezt azért úgy nem ajánlom a szülőknek, hogy saját maguk kezdjenek mindenféle kenzeficét rátenni, mert ez a sérült bőr sokkal nagyobb felszívó képességgel rendelkezik. És bármilyen krémet ráteszünk, többszörös adag szívódik fel belőle, mint hogyha csak egy sima sérülésmentes bőrre tennénk. Vannak általánosan elfogadott kis kenőcskéink, meg sokszor mi magunk szakemberek is úgy vagyunk vele, hogy hát próbáljuk meg, talán ez lesz. Igen. Ha 2-3 nap múlva nem javulna, akkor próbáljuk meg egy kicsit a másikat. De az biztos, hogy a legtermészetesebb az, hogyha szellőztetjük, hogyha csak sima vízzel mossuk, és esetleg, hogyha anyatejjes egy baba, akkor én szoktam ajánlani, hogy miután egy picikét szellőztette a bőrét, anyatejjel egy picikét be lehet kenni. Baktériumölő tulajdonsága van, vírusölő, gombaölő, gyulladás csökkentő. Semmi rosszat nem teszünk vele. És inkább azt, és bármiféle krémet kenünk utána rá, azt nagyon vékonyan. Nem kell túlzásba vinni. Nem szabad, az, nem az, szabad. Az, nagyon, az nagyon olyan vékonyan. Jellemző, hogy vastagon áll a sárga színű krém a babák popsiján, azt úgy többször láttam, hogy igen, és az túlzásba azért, viszi. Igen, és ez azért is probléma, mert ugye próbáljuk minél sűrűbben cserélni ilyenkor a pelenkát, és hogyha jól bekentük, akkor az azt jelenti, hogy nem is tudod felszívódni az egész, mire újra levesszük, és akkor jól ledörzsöljük, és azt a bőrréteget, ami egyébként is sérült, azt még jól ledörzsöltük. Tehát nem szabad. És akkor ilyenkor, amikor sérült a bőr, akkor érdemesebb olyan vizes állagú kis krémet tenni rá, amit vékonyan szépen lehet kenni, és akkor azokat az igazi zsírosabb kenőcsöket, azokat inkább éjszakára érdemes hagyni, mert annak azért mégiscsak van egy védő hatása, nem csak a táplálás, és ez a védő hatás az pont azt kell, hogyha egy pár órán keresztül nem vettük le, akkor az taszítja azért a vizeletet. Ha már itt popsitájékon vagyunk, akkor beszéljünk egy kicsit arról is, hogy a svéd gatya, nem tudom, hogy Magyarországon létezik ez, nálunk létezik, nálunk kimondottan kérik az orvosok a kis baba csípőjének a fejlődése miatt. Szükség van erre? Mert nagyon sokan azt mondják, hogy nincs erre szükség, de azért biztos, ami biztos, használjuk a svéd pelenkát fiúkra 3 hónap, lányokra 6, hol 1, hol pedig 2 pelenkát beletéve.
Miért van erre? Tényleg szükség van rá? Nem elég az egyhasználatos pelenka? Hát itt nálunk ez a divat, hogy ezt a pelenkát használják. Amit ugye hallottunk is, a fiúk kevésbé hajlamosabbak a csípőficamra, a lányok inkább hajlamosabbak rá, és főként attól függ, hogy kell-e pontosan ez a pelenka, vagy pedig hogy mennyi ideig használjuk, az mind attól is függ, hogy hogyan feküdt a baba, nagyon nagy súlyú volt-e, mert akkor lehet, hogy a csípője nem úgy férte, volt-e a családban, tehát egy komoly anamnézist kell előtte fölvenni, mert hogyha volt az anyukának, vagy az anyuka családjában, apuka családjában akár egy csípőficamos, akkor igenis oda kell rá figyelni. Azt tudni kell, hogy a csípő ízület az úgy néz ki, hogy fejletlen, éretlen, amikor megszületik a baba. És addig, amíg nagyanyáink már picikorban is a csípőre rakták a gyermeket, azzal egy pont egy természetes állapotot csináltak nekik, hogy úgy álljon ez a csípő, ahogy fejlődnie kell. Na most ezeknek a pici babáknak, ugye van a combcsontunk, és a combcsontnak a végén van egy ilyen ízületi fej, és ez az ízületnek a teteje, az ízvápa, az egy kicsit sekély még, amikor megszületnek. És ez a csontosodási folyamat, ez akkor jó, hogyha a combcsontnak a feje pont az ízület közepére fekszik. Na most, hogyha nem úgy áll az a láb, nincs közte az a pelenka, akkor lehet, hogy szűkebb ez a rés, és lehet, hogy nem engedjük, hogy a csontosodás miatt egy normális ízület alakuljon ki, és akkor könnyen kiugrik. Tehát kell, én azt mondom, hogy kell, de ez a csontosodási folyamat a harmadik, negyedik hónapra befejeződik. Tehát addig, hogyha megoldható, akkor azért tegyék rá, és főleg a kislányokra, ez az egyik dolog. Hogyha, ugye itt is nagyon sok kérdés van mindig, hogy nyáron. Hát nem elég, hogy rátettük a picikére a Pampers pelenkát, még rákötjük ugye ezt a svéd pelenkát, és biztos, hogy befülled a baba. Akkor inkább arra kellene törekedni, hogy abban az időszakban, amikor kevésbé van meleg, mondjuk éjszaka, akkor tegyük nekünk rá, is ezt ajánlották, és nappal egy kicsikét legyen levéve. Tehát igazából lehet variálni rajta, de hogyha a nap nagy részében a kisbaba széjjel teszi a lábát, vagy hogyha hason fekszik többet, akkor azért a csípőficam esélye nagyon kevés, és inkább ennél sokkal fontosabb, hogy ellenőriztessük mindig. Én megkérdeztem az orvost, a gyerekorvost, hogy miért van szükség erre a svéd pelenkára lévén, hogy más országokban nem használják, igen, sőt nyugaton sem, ami hát ugye fejlettebb társadalmakban. És azt mondta az orvosnő, hogy azért, mert végeztek olyan kutatást, hogy Szerbiában kiderült, hogy sokkal hajlamosabbak a babák a csípőficamra, mert hogy genetikailag a szerbiai vidék az ilyen. Hát most én nem tudom, hogy ez igaz-e, de én ezt elhittem és elfogadtam, és végigcsináltuk. Szerintem a legjobb elfogadni a magyarázatot, meg hát nem tudom, akkora itt a keveredés ezen a térségen, hogy nem lehet annyira vonalat húzni, hogy csak itt. Most azt ajánlom, nézzünk meg még egy összeállítást, ez is kapcsolatba hozható a kisbabáknak a fejlődésével, mozgásfejlődésével. Szakács Patrícia Magyarországon járt babaúszásról fogunk látni egy összeállítást, nézzük meg, mire is jó ez. A Budapesti Stoller Babaúszó Akadémia programja egy speciális a babaúszást az úszás oktatás felől megközelítő csecsemő és gyermekúszási program, amely keretében 1-3 hónapos kortól 6 éves korig foglalkoznak gyerekekkel. Olvastam azt, hogy van a babáknál ez a búvár ösztön. Erről mit kell tudni? Mondjuk ez nem mindenki számára közismert. Ez segíti a mi munkánkat. A babák körülbelül 6 hónapos korukig, hogyha a víz alá merítve, természetesen nem hirtelen, hanem szép lassan, akkor automatikusan nem megy a víz alá, kinyitja a szemét, szétnéz, és visszajön. Semmi reakciót nem látsz rajta, amit mondjuk a felnőtt embernél ugye nem ugyanez. Ez 6 hónapos korban lerövidül. Egyetlen egy másodpercre, te is visszatartod a lélegzetetet egy másodpercig, ha vízbe kerülsz, utána csapkodsz és fuldokolsz, hogyha nem tudsz úszni. Ez ugyanígy van a babáknak is. Ezért fontos, hogy 6 hónapos kor előtt elkezdjük az edzéseket, elkezdjük az irányított mozgásokat, például a locsolást, előkészíteni a merüléssel a babát. Stoller Katalin 2000 óta tart babaúszó foglalkozásokat. Tapasztalatainak eredménye a nevéhez fűződő módszer kialakítása, melyet a Stoller Babaúszó Akadémia minden helyszínén egységesen alkalmaznak. A foglalkozások játékosak, labdákat használunk, aztán egyre később, ahogy fejlődik a gyermek tudása is, meg a fejlettsége is, tehát a korával 2 éves kor körül bekerülnek az úszódeszkák, karúszók, és ilyen úszástechnikai elemeket is alkalmazunk. Amikor először voltatok itt, akkor hogy reagálta
baba? Hát nekem imádja a vizet. Úgyhogy már eleges legelejétől kezdve nagykádba fürdik, pancsol fél órákat, úgyhogy nagyon szereti. Herce Patrícia Katihoz hasonlóan testnevelő tanárból lett úszásoktató. A babaúszáshoz azonban kisfia születésével került még kötelebb. Ádám Hunor 3 hónapos kora óta jár anyukájával a Kati által vezetett foglalkozásokra. Itt nem csak úszkáltok, hanem játékokat is játszatok. Ezek mondjuk melyik neki a kedvenc játéka? Hát szerintem a labdázás. Meg azért ugye ez nem csak az a játék, hogy a tárgyak, mint játék, hanem az is, hogy mondókákat, énekeket tanulunk, meg és úgy zajlik az egész foglalkozás, hogy játékosan. Úgyhogy nagyon klassz, nagyon szeretjük. Amire ugye mindenképpen szükség van, az az úszópelenka. Ebből ugye van eldobható is, meg lehet kapni olyat, ami kimosható. Ami még nagyon fontos, az a víz. Tehát, hogy ahogy a baba befejezi az órát, akkor meg kell itatni, mert itt azért elég komoly vízvesztesség van. A babaúszásnak mindig is voltak támogatói és ellenzői, ezért sok szülőben ébrednek kétségek. Én azt gondolom, hogy semmi hátránya nincs, mert hogy a vízben való mozgás a legjobb mozgás, tehát ha csak annyit teszünk, hogy vízben mozgunk, az is fantasztikus. Uszodában 3-4 hónapos korba jövünk ki, amikor már fejlett az immunrendszerünk. A mai világ fölgyorsult. Ma már nem úgy van, hogy 2-3 hónapos korig a anyuka otthon van a babájával, hanem közlekedik a világba. Úgyhogy innentől kezdve semmi más hatás nem ér bennünket, mint hogyha levinnénk a játszótérre a babánkat, vagy bemennénk a boltba vásárolni. Néhányan azt hozzák fel ellenérvként, hogy a baba ugye a medencés fürdés után megfázhat. Erre mit lehet tanácsolni? Tehát ugye mi a megoldás erre, hogy ettől se nem kell félni? Hát én azt gondolom, hogy akkor mindig elő kell venni a józan paraszti eszünket. Tehát a babák hőháztartására természetesen figyelni kell, de abban a pillanatban, hogy kiemeled a meleg vízből, betakarod, beburkolod, áttörölöd, és hogyha esetleg olyan helyszín van, ahol kicsit hűvösebb a kinti levegő, mert ugye a 32 fokos víznél azért nehezebb, ha melegebbet produkálni, akkor az áttörölt babádat egy száraz törölközőbe bújtatod, és akkor már semmi gond nincsen. Amire nem gondolnak az anyukák, és ez nagyon érdekes, hogy az öltözőben nyakig fölöltöztetik télen a babákat. Sapka, sál a kb. 25 fokos öltözőbe, és onnan indul ki, mondjuk a mínuszba. Na, itt már előtörténhet baj, mert mire kiír, szegény gyerekem már folyik a víz, és akkor ugye mondjuk, hogy megfázott az úszodába így. Tehát úgy, hogy a meleg vízbe, a meleg légtérbe, onnan az öltözőbe semmi gond nem lehet. Mit gondolsz, mi ennek a legnagyobb előnye? Hát az egyik az, hogy nagyon szereti a vizet, a másik szerintem a szülő-gyerek kapcsolatot nagyon megerősíti, és a harmadik az, hogy az úszásoktatás nagyon komolyan elősegíti. Tehát ez az alapja szerintem az úszásoktatásnak. A vízben való mozgás viszont nagyon-nagyon jó. Könnyítetten mozog a baba, de minden izmát kétszeresen, háromszorosan mozgatja a víz alatt, hiszen a víz ellenállásával szemben dolgozik az izomzata. Amellett meg, hogyha mondjuk apával jön le a babaúszásra, ugye azzal a babával, akivel 3-4 hónapos korában azért az apa nincs kontaktban, most képzeld el a szituációt, fél óráig így tartom, így nézek szembe a gyerekemmel, és még nem is merültünk a víz alá. Mi van akkor, ha lebújok a víz alá? És ott a babák az emberi arcot felismerik. És akkor így rácsodálkoznak, hogy mi? Hát ott van apa. És a szemkontaktus, olyan kapcsolat épülhet ki apa és a baba között, ami egyébként én azt gondolom a szárazföldön nem garantált, vagy nem annyira gyakori. Milyen gyakran szoktatok ide járni? Hát heti egyszer-kétszer. Szerintem nagyon fontos a rendszeresség meg a folyamatosság, mert így tudjuk fokozatosan fejleszteni a babákat. Azonban nem mindegy, hogy hol és milyen összetételű vízben úszkálnak a babák. Alapvető első kritérium, nyilvános fürdőbe lehet csak a babákat bevinni. Ez azért fontos, mert minden országban a saját felügyeleti szerv ellenőrzi ezeknek a fürdőknek a tisztaságát. Nálunk az ANTS arra hivatott, és akkor ők, hogyha felmérik az intézményt és megadják az engedélyt, akkor elméletileg ez működik. Nagyon fontos, hogy külön medence legyen biztosítva a számukra, tehát azt csak azok a babák használják és a szüleik, akik a foglalkozáson vesznek részt. Egyéb kritériuma egyébként nincs.
tehát már ennek a víz, és nagyon fontos még, hogy a 130 cm-nél ne legyen már mélyebb a víz, mert az alacsony anyukák, én vígan el vagyok azért abban, de egy alacsony anyukának azért az kihívás, hogy a babáját így a felepőt tartva tornáztatja. A klór összetételét ilyenkor megváltoztatják a pH értéket, tehát nem olyan erős a pH értéke ezeknek a medencéknek, mert azért az fontos, hogy kiütéseket, szemcsipéseket ne okozzon, tehát ne legyen kellemetlen a baba számára a fürdési élmény. Katiék egyébként akkreditált babaúszás oktató képzéseket is tartanak. Elsősorban pedagógus végzettséggel rendelkező, illetve egyéb szakágakban dolgozó diplomás szakemberek részére. A tanfolyamra külföldiek is bátran jelentkezhetnek. Ámulva néztük ezeket a fölvételeket, hogyha lehetőséged lenne, te elvinnéd a kisbabádat úszni? Hát ez egyértelmű, természetesen elvinném, és hát nagy fájdalommal konstatáltuk itt a riport ideje alatt, hogy nálunk nincs ilyen. Tehát Magyarországra meg azért egy kicsit nehezebb egy pici babát ide hordozgatni, főleg rendszeres jelleggel, de nagyon szívesen, hát látszott, hogy mennyire élvezik, mennyire jó nekik. Hát ez ő természetes közegük végül is. Igen. Ez. Magától. Ilona itt azért annyit mondott, hogy hú, nem merném lenyomni a gyerekemet a víz alá, egy kicsit olyan, igen, kicsit olyan ilyen. Nekem nagyon tetszik egyébként ez a babaúszás, és biztosan, hogy nagyon élvezik a babák. Én nem vittem egyiket se, megmondom őszintén, valahogy föl sem merült bennem. Pedig határközeliek, és azt nem mondtuk el, de Ilona magyarországi, tehát magyarországi születésű, és ide jött férjhez hozzánk, tehát elmehettek volna, de... Elmehettünk volna, valahogy tényleg én úgy féltettem ettől a babát. Holott utána néztem, hogy milyen előnyei, milyen hátrányai lehetnek. Nem gondolnám, hogy nagy veszteség lett volna a számukra, hogyha jártunk volna, de én lehet, hogy jobban féltettem őket, hogy tényleg én úgy ledugjam a kicsi fejét, és hogy ő ott próbáljon úszkálni. Én egy olyan észrevívő anya vagyok. Nem tudom. Hát lehet, hogy tudom képzelni, hogy vannak babák, akik negatívan reagálnak, akik megijednek. Biztosan, és én úgy tudom legalábbis, hogy ehhez egy komolyabb előkészület is kell, tehát érdemes a babát hozzászoktatni a hűvösebb vízhez. Tehát, hogy az a fürdővíz, amit elkezdünk neki csinálni, azt 2-3 hét alatt le kellene hűteni arra 32 fokos hőmérsékletre, hogy azt szokja meg a baba, igen, és igen. Akkor utána lehetne egy ilyen tréning után vinni. És ugye fülészek nem annyira szeretik, mert hogy begyulladhat a kisbabának a füle a víztől. Ugye nem egyformák a kisbabák se, vannak, akik hajlamosak rá, valakinek soha semmi baja, van olyan, akinek az immunrendszerét szerintem úgy megerősíteni az anyatej mellett, hogy lehet, hogy 1-2 évig nem lenne beteg, de azt gondolom, hogy azért ezeket a betegségeket bele kell kalkulálni. És milyen mozgásformák van, vagy milyen lehetőségei vannak az anyukának, mit csinálhat a babájával, hogy mozoghat azon kívül, hogy tologatja babakocsival, vagy pedig fölköti magára egy hordozókendővel, és sétál vele nagyokat. Mi mindent csinálhat, vagy mit lehetne, mit szabad csinálni egy anyukának a kisbabájával együtt? Hát a babamasztást azt csinálhatja egy anyuka is. Viszont van egy ilyen szabály rá, hogy az első 3 hónapban nem nagyon masszázsal, nem simogatjuk, masszírozzuk a babát, mert még ezek az elemi reflexek, ezek élnek. Tehát most én nem kezdem el itt mondani, hogy mi minden csinál a baba, de körülbelül a 3. hónapra ezek az elemi reflexek, amivel ők megszületnek, ezek úgy szépen lassan lecsitulnak az idegrendszer fejlődésével, és akkor már mozgathatjuk jobbra a kezét, balra a kezét, és nem fogja a fejét is pont arra, meg ellenkező irányba forgatni. Úgyhogy az az, amit tudnak csinálni. Ugye különböző dolog lenne, hogy eljárnának együtt tornázni, hogyha lenne egy olyan hely, ahol nem csak a baba, hanem a mama tornázna. Nincs, nálunk nincs ilyen. De van, és ezt most meg is fogjuk nézni. Szabadkán lehetőség van babajógára, sőt, a kismamák is járhatnak jogázni. Nézzük meg Zora Éva összeállítását. A baba-mama jóga mozgás technikáján kívül abban tér el az egyszerű jogától, hogy itt az anyukák együtt mozoghatnak babáikkal. Emellett fontos szerepet játszik abban, hogy a kismamák korábban kerüljenek vissza a közösségbe. Illetve a más anyukákkal való kapcsolat, tanácsadás és tapasztalatcsere szempontjából is fontos a fiatal anyukáknak. Ennek a babás-mamás jogának nem csak az a célja, hogy az anya tudjon gyakorolni, hanem a babákat is jogáztatjuk, mozgatjuk, mondókás, játékos elemek vannak az órák során, masszírozzuk őket. Tehát ez egy ilyen közös történet,
egy körülbelül fele-fele arányban vannak nőknek gyakorlatok, és fele arányban babáknak, illetve közös gyakorlatok is vannak, ami igazából a lényege lenne, hogy együtt a babával mit tudunk mozogni, mit tudunk csinálni, milyen ászanákat, gyakorlatokat tudunk gyakorolni. A baba-mama jogán olyan gyakorlatok kerülnek előtérbe, amelyek segítik az anyatestének a szülés utáni regenerálódását. Odafigyelünk azokra a testrészekre, amelyek az a terhesség alatt megviseltek, terhesség alatt leterhelődtek, és ezeket próbáljuk regenerálni, ilyenek a gátizmok, a derék tájizmai, a gerinc, mint olyan, tehát ezek mind fontos elemek. A babák születésüknél fogva ösztönösen használnak jóga mozdulatokat, valamint a szülő is gyakran végez ilyen gyakorlatokat gyermekével. Ezek a mozdulatok mind fontos részei a baba mozgás fejlődésének. A baba jóga 2 hónapostól 1 éves korig ajánlott. Nagyon sokszor nem is tudjuk, hogy jogázunk a babával, például az is egy jóga gyakorlatnak számít, amikor a 2 kis térdét behajlítjuk és a hasához szorítjuk, amikor ugye fáj a pocakja neki, ez is egy jóga gyakorlat, ezt felnőttek is gyakorolják. Aztán amikor a baba a hasára fordul és ki megemeli a kis fejét, ez a kobra póz. Van, amikor megemeli a kezét hátra, lábat egyszerre, ez a szöcske, akkor megemeli magas a fenekét, az is a lefelé néző kutya póz. Tehát, hogy ezek mind nagyon érdekes, hogy akkor megkezdik, hogy a babák hogy jogáznak. Hát tulajdonképpen a babák azok mindig jogáznak, és ők olyan jogikus, ösztönös lények, hiszen mindig úgy viselkednek, és úgy cselekszenek, ahogy éppen szükségük van rá, és ahogy szeretnék. A babás-mamás jogát a kismama vagy terhes joga előzi meg, amelyre valamivel kisebb az érdeklődés. Azonban ezek a gyakorlatok fontos szerepet játszanak a természetes szülésre való felkészülésben. Ezeket a gyakorlatokat a terhesség 12. hete után kezdhetik el a nők. Általában ugye a joga egy nyugtató, és azt is részesítjük előnyben a relaxáló, nyugtató technikákat, hiszen fontos, hogy az anyai stressz szint az minél optimálisabb legyen a várandóság alatt, és hogy bizalommal nyugodtan álljunk a szülés előtt, hogy a szülésen ne úgy nézzünk, mint egy folyamatra, ami fájdalmas, ami gyötrelmes, amin csak úgy túl kell lenni, hanem hogy azt lássuk meg benne, hogy ez egy a női kiteljesedésnek egy igen intenzív időszaka. A nyugtató jóga mozdulatok amellett, hogy segítik a szülés utáni regenerálódást és segítik a baba mozgás fejlődését, a legfontosabb az, hogy elmélyítik a kapcsolatot az édesanyja és gyermeke között. Én azt gondolom, hogy ez amellett, hogy a baba mozog, anyukának is jó esély arra, hogy kimozduljon otthonról, mert azért állandóan bezárva lenni azzal a kisbabával nem nagy probléma olyan szinten, hogy az anyuka most ez miatt szenvedne, de azért jól esik egy kicsit kimenni. Ti mikor mentetek ki először? Hova mentetek el először Irkával együtt? Hát akkor, amikor ő megszületett, akkor egy park közelében laktunk szerencsére, és akkor oda sétáltunk ki minden nap. Hát ott nem találkoztam senkivel nagyon, akit ismerek, de jó volt nézelődni, tehát beszélgetni nem nagyon volt kivel. Mondjuk az első időszakban nem is volt baj, mert úgy jól esett egyedül lenni. És aztán, amikor eltelt egy 2 hónap, akkor már így elkezdtem vágyni emberek társaságára, és akkor aztán már így... Nem tudom pontosan, hogy hány hónapos volt Iris, amikor elindultunk a Baba Klubba, ami Újvidéken ugye már akkor is működött, és azóta is működik, és az nagyon jó volt, mert ott anyukákkal találkoztam, akikkel beszélgetni lehetett, babákkal találkoztunk, akikkel azóta is ugye Irka óvodába együtt jár, tehát igen, úgymond igen. Születésüktől fogva ismerik egymást, tehát ez végül is ennyi, így elég is volt. Tehát ilyen jóga nálunk nincsen, meg babatorna nincsen, de... Hát szerintem itt a hangsúly mindenképp a társalgáson van, tehát az, hogy az anyukák egymással találkozzanak és ismerkedjenek. Ha jól tudom, nagyjából minden, lassan minden vajdasági településen lesz kerekítő foglalkozás, ringató foglalkozás, ott is mozgatják a babákat, ott is énekelnek velük, mintha eldobnák őket, tehát zsupszolják őket, úgy, ahogy itt is láttuk, van némi hasonlóság, akkor a joga is. Igen, éppen benne a Baba Klubban, amit említettem, ott is ilyen énekes, igen, mondókás foglalkozás. Döcögtetők. Hát ott is megmozgattuk, igen, a babákat. Igen, anyuka is mozgott és barátkozott közben. Barátkozásnál tartunk, beszélgetésnél. Amikor az anyuka kijön a kórházból, tele van kérdéssel, nincs védőnő, van internet, jönnek a jó tanácsok. Kitől lehet, vagy kitől, nem is, hogy kitől fogadjunk el tanácsot, hanem hogyan mérlegeljük ezeket a tanácsokat, hogyan leszűrni, van, amikor idegesít a sok jó tanács, van, amikor alig várunk egy jó tanácsra. Hogyan lehet ezt így áthidalni, vagy egyáltalán mit kezdjünk ezekkel a dolgokkal? Honnan, hova forduljunk, kihez, nem is tudom. Olyan furcsa az az időszak.
Hát az az igazság, hogy ez egy komoly probléma. Mert egy anyukát már ellátnak jó tanáccsal benne a kórházban a nővérek. Lehet, hogy öt is. És már akkor egy kicsikét káosz van a fejekben. Nem csak, hogy hogyan szoptasson, hogyan tegye a gyereket, 10 percenként tegyem erre 15, vagy 20, vagy 15 percig tartsa rajta, vagy 20, vagy 40, vagy ébreszte éjszaka, vagy ne. Igazából én azt szeretem, hogyha egy anyuka kialakít már a védőnőjével egy olyan kapcsolatot, hogy bízzanak egymásban, és bármikor kereshesse, és amikor hazajön, hazajönnek, és ahogy említve is lett, hogy ki lehet menni mindjárt, lehet segíteni mindjárt, csak az az anyuka próbáljon egy embert kiválasztani magának, és annak az egy embernek a tanácsait hallgatni, hogyha most ő nem bízik a védőnőjében, vagy abban az egészségügyi személyzetben, aki neki segíteni megy, avval sincs semmiféle probléma, hogyha nem jó kapcsolatot alakította ki. De egy szakembert válasszon ki magának. Az a baj az állami védőnő szolgálattal, hogy az 6 napig tart. Tehát annyi történik, hogy eljön, amíg le nem esik az a köldök, és aztán legalábbis az én védőnőm egy szóval nem mondta, hogy akármikor fölhívhatom, vagy kereshetem. Tehát ő neki én nem fizettem, őt az állam fizeti, és hát annyi is volt a nagy, nagyon meg voltam vele elégedve, mert kedves volt, sokat segített, de egy hét után már semmit nem tudhattam meg tőle. Én mondjuk szakember hián azt csináltam, hogy kiválasztottam egy-két anyukát, aki már egy-két-három gyereket fölnevelt, és akinél láttam, hogy működtek a dolgok, és hogy megbízhatok a tapasztalatában, és akkor ilyenekkel vettem fel a kapcsolatot, ha valami kérdésem volt, vagy valami probléma adódott. És hát nem, szerencsére nem is volt szükség másra, tehát beváltak az ő tapasztalataik. Nekem mondjuk a tanácsadással is problémáim voltak, mert azt tapasztaltam, hogy nem igazán kaptam a kérdéseimre választ. Tehát, hogyha kérdeztem valamit, egyszer ezt mondták, másszor azt mondták, az se volt világos, hogy egy kisbabának, aki mindig szopik és nem ismeri mondjuk a cumis üveget, az hogy kapjon? Először gyorsan vizet adjak, ne is adjak neki vizet, almalét adjak, másnap baracklét adjak neki, nem is tudtam se a hozzátáplálást elkezdeni, nem tudtam, hogy hozzáfogni. Erről is beszélgettünk, hogy a víz kérdése, kell-e egy szopós babának vizet adni, vagy az csak a tápszeres babának. Ezek mind olyan kérdések, amiket az ember nem tud eldönteni, hogy most hogy csinálja, mint csinálja. Kegyetlenségnek érzi, amikor olyan vádlón néznek, és azt mondják, hogy te nem adsz a gyerekednek vizet. És akkor ezek olyan dolgok, amin aztán úgy gondolkodunk, hogy... Ez egy olyan dolog, hogy a gyerekorvos nekem azt mondta, hogy adjak neki egy deci vizet minden nap. Álljon ott az egy deci víz, és akkor időnként egy-egy kis kortyot adjak neki. De én ezt nem csináltam, és azóta se bánom, hogy nem csináltam, bár akkor egy kicsit féltem, hogy rosszul cselekszek, de hát nagyon sok helyen olvastam arról, hogy az anyatej mellett nincs szüksége vízre, ráadásul téli baba volt, tehát nem voltak nagy hőségek. És hát a sikeresen szoptató barátnőimtől is ezt hallottam, hogy így kell csinálni, és én így csináltam, és pedig az orvos nem ezt mondta is. De ez egy nagyon szörnyű dolog, hogy nincsenek egységes, nincs egységes szakvélemény sem. Tehát nem tudom, hogy más orvosok mondjuk mit mondanak, de más szakkönyvekben, amit orvosok írtak, tehát nem személyes kapcsolat által, de olvashattam szakvéleményt arról, hogy nem szabad vizet adni, nem kell vizet adni. Igen, ez a baj az egészségügyi rendszerünkkel, hogyha most így a védőnőket is ugye fölhoztuk, azok az emberek, azok az ápolónők, azok az asszisztensek, akik kikerültek, ők nem kimondottan védőnők. Azok az emberek, akik egészségügyi munkatársak, akik kikerülnek, ők nem biztos, hogy olyan fokon tanulták ezt, hogy ők ezt át is tudják adni. Nem elég nővérnek tanulni hozzá. Kell egy kommunikációs képesség, kell egy meggyőző képesség, kell egy pszichológiai alap, hogy az ember meggyőzze azt a kismamát. És amit említettél is, hogy mi például nem 5 napig járunk ki. Nekem a telefonom most is be van kapcsolva. Én nekem a kapcsolattartás, nekem az a legfontosabb, hogy ez a kismama, ha éjszaka történik az a probléma vele, vagy az a kérdés, ami miatt ő nem tud aludni, akkor nekem éjszaka is felhívjon. Egy védőnői szolgálatnak, egy védőnőnek nem az a szerepe, hogy lekezeljünk egy köldököt. A védőnő az egy olyan szakembernek kell lenni, aki ott áll a kismama háta mögött, és ha csak egy jó szóval, ha csak egy vállon veregetéssel, ha csak egy biztatással is, de segítünk. És sajnos nem tartunk még ott, hogy
hogy komoly szakembereink legyenek erre a témára, és a gyermekorvosaink sem egyforma állásponton vannak, és ez a legszörnyebb. Tehát addig, amíg nincs egy olyan módszertani levelünk, ami alapján egységesen kell, hogy tanácsoljunk. Akár az ételek bevezetése, akár a víznek az itatása, vagy bármit, hogy gabonákat vezessünk be, vagy zöldségeket, vagy gyümölcsöket, vagy hogyan csináljunk, vagy meddig szoptassunk. Hát ilyen komoly problémáink vannak, hogy egyik másik gyermekorvosunk azt mondja, hogy egy éves koron túl, hogy minek szopik a gyerek. Igen. Tehát egyszerűen kétségbeejtő. Addig, amíg nincsenek egységes szakmai álláspontok, addig így marad minden. Hogy attól függ, hogy ki milyen védőnőre fut. Tehát én azt is el tudom fogadni, különböznek a vélemények, de akkor indokolják meg, hogy én nyugodt legyek, igen, hogy az út, amit választottam, vagy amit javasol nekem, az miért jó, és ez miért lenne szintén jó. Igen. Csak az a baj, hogy az egyik szakember azt mondja, hogy csak ez a jó, a másik azt mondja, hogy csak az a jó, és akkor én aggódhatok, hogy most én erre indulok, vagy arra, mind a kettő út lehet, hogy veszélyt jelent a gyerekemre nézve. Tehát ez az, ami engem így borzasztóan zavart a komplet első egy-két év alatt, amíg túl nem estem ezeken a hozzátáplálás, szoptatás problémákon, amikor így mindenféléket tanácsolnak az orvosok. De én azt gondolom, hogy itt is anyukának kell határozottnak lennie, hogyha szoptatás, akkor kitart amellett, hogy szopik, és az orvos azt mondja, hogy egy éves kora után semmiféleképpen se, és hogyha az a gyerek igényli, és az anyukát se zavarja, akkor mindenféleképpen hagyni kell, mert ez szerintem nagyon jó, és a legtermészetesebb dolog, ami csak létezik, nem kell tápszerrel tömni a gyereket. Meg mondjuk az a gyerek, aki szopik, nem is ismeri a cumis üveget, nem tud belőle inni, ez is egy probléma. De nagyon sokszor igaz, azt mondják az orvosok, hogy egy éves a gyerek, hagyjuk azt a... De nem is igazán értem, hogy miért mondják, nem. De szerintem ők se tudják megmagyarázni, ez annyira, tehát tényleg ösztönösen jön ez a dolog, hogyha az a baba akar szopni, az anya akar szoptatni, akkor minek ezt megszakítani. Igen. Még egy utolsó kérdés, ez most jutott eszembe, a szoptatáshoz kapcsolódik, hogyha egy anyuka várandós, és nagyon kicsi a különbség a két gyermeke között, az első gyerek még szopik. Várandóság alatt lehet szoptatni, szabad szoptatni? Hivatalosan szabad szoptatni. Általában a szülész-nőgyógyászok azok, akik kicsit óvatosságra intik az anyukát, és mindenféle riogatással, hogy nem fog úgy fejlődni a baba, hogy az anya szervezete legyengül majd, ezzel kedvét veszik az anyukának a szoptatástól. Szabad szoptatni. Hogyha az anyuka megfelelően táplálkozik minőségileg, mennyiségileg, akkor semmi gond nem lehet. Az a pici baba, az anyuka pocakjába elvesz minden olyan tápanyagot magának, amire szüksége van. És hogyha az anya egyébként fit, és nincs semmi más problémája, akkor nyugodtan. Kriszta, te találkoztál ilyen problémákkal? Hát én azt hallottam csak, hogyha napi egy-két alkalomnál gyakoribb a szoptatás, akkor okozhat problémát, ami összehúzódás, tehát hogy akkor a terhesség veszélyeztetve lehet, de hát gondolom, hogy amikor oda kerül már a kismama, hogy újra teherbe eshet egyáltalán, addigra már nem olyan gyakori ez a szoptatás, úgyhogy... Még a mi összehúzódás nem. Sem annyira... Mondjuk nálam pont úgy volt, hogy amikor a mostani babával teherbe estem, akkor hagytam abba a szoptatást. Tehát elkerültem ezt az egybeesést. Úgyhogy nálam ilyen tapasztalat nem volt. Én azt gondolom, hogy kimeríthetetlen ez a téma. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ide a stúdióba, és hogy ezekről a témákról beszélgettünk, mert azt gondolom, hogy ezekről beszélni kell, és foglalkozni kell a kismamákkal és a gyerekekkel. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk töltötték az elmúlt egy órát. A jövő héten Krunc Anikó várja önöket, de most se váltsanak csatornát, hiszen a jelenlét következik. További szép estét kívánok!